Vörös katonára emlékezünk ma, akik felszabadították Európát, és akik felszabadították Budapestet. Hallgassuk meg Benovszky Gábor emlékező beszédét erről a hősi napról. Tisztelt emlékezők, barátaim és jelenlévő parttársaim! Budapesten a II. Világháború szörnyű harcai 1944. február 13-án értek véget, ezen a napon Budapest felszabadult. Ez a budapesti csata többszörösen is megérdemli a szörnyű jelzőt. Ezeket a napokat évről évre fel kell idéznünk. A 67 évvel ezelőtt történtekre ma már egyre kevesebben emlékezhetnek személyesen, de itt vagyunk még mi, a harcolók és az áldozatok gyermekei bármely oldalról, és nekünk kötelességünk emlékeztetni ezekre a szörnyű napokra és végül a felszabadulásra. Magamról csak annyit mondani. Az én édesapám hazaverekedte magát a Doni frontról. Budapesti és környéki beosztást kapott, majd a mai nevén Bartók Béla útra került, és a családi emlékezet szerint Varinházi Oszkár vezette tervezkedés közben esett a Gellért téren hadifogságba. 1949-ben került ismét elő. A szörnyűségek sorába tartozik, hogy városunkban, itt Budapesten, egy élő városban a háború egyik legnagyobb helységcsatája volt, és ez a küzdelem összemérhető a berlini és a stalingrádi ütközet méreteivel. Politikai szörnyűség, hogy amíg Sztálin a várost nem kívánta mindenáron megostromolni, két parlamenter küldöttséget is küldetett, Osztyapenko és Steinmetz kapitányok vezetésével, mindkét fehér zászlós küldöttség gyilkos golyók áldozatául esett. Emberi szörnyűség, hogy a lakosság nem készült fel a fejük felett bekövetkezett, majdnem 110 napos gyilkos harcra. Jellemző példa, hogy a bekerített városban, amelyet óriási házról házra, pincéről pincére történő kézitus a harcban, pár nap múlva már elfoglalt a Vörös Hadsereg, még december 24-én az emberek a karácsonyi bevásárlásukat intézték, a fogaskerekű vasúttal a vidám férfiak felmentek a normafához síelni, és amikor délután hazafelé indultak, a vonatra szintén felszálló dobtáras szovjet katonákkal találkoztak, azt hitték, hogy farsang van. Magam ugyancsak a szörnyűségekhez sorolom azt is, hogy az emberek a pesti oldalon történő véres harcokat kedves kirándulás keretében a Gellért-hegyi kilátóból szemlélgették. Ugyancsak emberi szörnyűség, hogy a tomboló nyilas rémularom, az emberek Dunába lövetése, a zsidóság ellen folytatott terror, a gettó felállítása és fennmaradása ellen csak kevesen léptek fel, sok esetben hősi halállal fizetve ezért. Ugyancsak szörnyűség, hogy Hitler a fővárosunk minden áron történő védelmét rendelte el, és hallani sem akart másról. Megtiltotta még a kitörést is a védőknek, akár hányszor kérték is annak engedélyezését tőle. November 23-án erődén nyilvánította a fővárost, Festung Budapest lettünk, és ezzel végleg megbecsételte városunk sorsát. A már későn, február 11-én elrendelt esztelen és véres kimenetű kitörést is csak Hitler elől eltitkolva rendelték el felelőtlen kiagyalói. A szörnyűségek közé jól beillik az akkori német nagykövet, a nevét nem is említem, nem érdemli meg, és különleges megbízott mondása: nem törődünk vele, ha Budapest tízszer is elpusztul, ha ezzel Bécset védeni tudjuk. Az elszenvedett szörnyűségek sorát bárki megnézheti a nyilvánosságra került nagyszámú dokumentumokban, a harctevékenység minden oldalon napról napra pontosan követhető.
jellemző, hogy a szovjet oldal is milyen nagy fontosságot tulajdonított Budapest elfoglalását célzó tevékenységnek, minden nap abban az időben külön is kiadta a Budapest csoport hadijelentést. Minden városunkban lakó polgárnak kifejezetten ajánlanám mindezek megismerését, akár közvetlen lakóhelye sorsát tanulmányozva is. A Budapest ostromában résztvevő szovjet erők becsült létszáma 150 ezer fő volt, a budapesti harcokban részt vett szovjetek számára külön emlékérmet is alapítottak. A magyar és a német erők összesített úgynevezett élelmezési létszáma körülbelül 92 ezer fő volt. A szörnyűségek közé tartozik, hogy csak ebben a harcban Budapestnél összesen 105 ezer halottat követelt a háború. A véletlen polgári áldozatok száma pedig 35.200 volt. Az otthonok kétharmada elpusztult, a városban széttekintve és járkálva még ma is láthatók e szörnyű pusztítás nyomai. Álljóink néhány gondolat Farkas Ferenc barátom tollából, aki ma jelenleg nem lehet közöttünk. 61 néhány esztendeje annak, hogy világtörténelem legnagyobb háborúja során a hitlerista német csapatokat üldözve elérte hazánk határait a szovjet hadsereg. Ekkor 1944 őszén kezdődött el népünk életében az a fordulat, amely utat nyitott a társadalmi haladás előtt Magyarországon. Ebben az időben Románia és Bulgária felszabadítása után a szovjet hadvezetés Budapest-Bécs hadászati irányú csapást tervezett. A terv valóra váltását jelentősen elősegítette volna, ha Horthy Magyarország Románia és Bulgária példáját követve idejében szakít Hitlerrel. De nem ez történt. A Kárpátokban fellángoltak a harcok, Horthynak választania kellett, tovább maradt Hitler oldalán, avagy szakít Németországgal. Nem szakított. Ez oda vezetett, hogy nyilasok kerültek hatalomra, hazánk hadszíntérré vált, mert a náci vezetők számára fontos volt a végsőkig való kitartás a magyar hadszíntéren, abban bízva, hogy a koalíció belső ellentétei majd éleződni fognak. Hitler vágyámai nem váltak be. A háború elhúzódásához tűzött reményei nem jöttek be. A magyar uralkodóosztályok szégyene és megbocsáthatatlan bűne, hogy képesek voltak a teljes pusztulásig Hitler oldalán maradni. A 193 napig tartó magyarországi harcokban a szovjet hadsereg több tízezer katonája áldotta életét azért, hogy vége legyen a fasiszta uralomnak hazádban. Még tartottak a harcok a Tisztántúlon, amikor megkezdődött a budapesti hadművelet, Budapest teljes bekerítése. A szovjet hadvezetés Sztálin, Malinovszky és Tolbusiner két hadsereg harcolt és kerítette Budapestet, meg akarták kimérni a lakosságot a hosszan tartó ostrommal járó szenvedésektől, a város pedig a pusztulástól. Ezért közös ultimátumban méltányos feltételek mellett fegyverletételre szorították fel az ellenséget. Ajánlatukra a fasiszták, a két parlamentes, Steinmetz és Ostapenko szovjet tisztek, valamint a küldöttség tagjainak meggyilkolásával feleltek. Nem volt tehát más választás, mint a nagy pusztítással és áldozattal járó harccal felszabadítani Budapestet a hitleri megszállók és nyilas cinkosaik rém uralma alól. A körülzárt csapatok elkeseredetten védekeztek, reménykedtek Hitler felmenő ígéretében, majd feladva a reményt az említett kitörési kísérletbe fogtak, amely a szovjet csapatok oldalán bekapcsolódott magyar katonábok szervezett, Variházi Oszkár vezette budai önkéntes ezred aktív részvételével meghiúsult. Tehát 1945. február 13-án Budapest Magyarország fővárosa felszabadult. Megkezdődött a romok eltakarítása, az újjáépítés lassan kemény munkárán Budapest lélegezni kezdett, amelyhez a szovjet hadsereg katonái is fizikai segítséget nyújtottak,
Nagyapám mesélte, hogyan egyeztették össze például szovjet katonák a Kossuth-hidat villanyegesztővel, és igen gyorsan. Az sem tagadható, hogy az újjáépítés alapja és motorja a magyar kommunista párt volt. Köszönöm, hogy meghallgattak.